A napfürdőzés a gyűrűs farkú makik egyik kedvenc időtöltése. Sokszor az állatoktól szokatlan, meditáláshoz hasonló pózban süttetik a hasukat. A meleg idő beköszöntével a Nyíregyházi Állatparkban található maki erdő is megnyitotta kapuit. Itt közelebbről is szemügyre vehetők a játékos állatok. Ez a vendégek egyik kedvenc helye, hiszen itt Madagaszkáron őshonos gyűrűsfarkú makikkal lehet találkozni. 12 egyedet között lehet sétálni a tarzan ösvényén, és minden nap ezt az élményt ki lehet használni, hiszen bámulatos vagy vadállatok között is lehet igazából sétálni. Nyilván maki gárdjaink is vannak, tehát az itteni személyzet figyel arra, hogy megfelelően viselkedjenek a vendégek az állatokkal, hiszen nem élünk vissza a makik barátkozó természetével. Tehát, mint most is látható, én mászófelület vagyok, de én nem nyúlhatok az állathoz, és ezt betartjuk mi is. Aki belép a maki erdőbe, etetni és simogatni szigorúan tilos az állatokat, de hogyha úgy, mint engem most fának tekintenek, akkor mászófelület is válhat belőlünk. A szabályok betartása nagyon fontos, táblák is figyelmeztetik erre a látogatókat. A Madagaszkáron őshonos maki kattaként is ismert. Jellegzetes, hosszú, gyűrűs mintázatú farkát járás közben magasba tartja. A többi lemúrhoz képest sokat tartózkodik a talajon is. Húst nem fogyaszt, legfeljebb ízelt lábúakat kap el néha. Elsősorban falevelekkel, hajtásokkal, virágokkal, gyümölcsökkel, egyes fák kérgével táplálkozik.